fekete kesztyűben és fekete nadrágban láthatjuk Kőrös Attilát, kék nadrágban és fekete kesztyűben pedig Vajda Gyulát. Egy 6 menetre tervezett nagyváltó súlyú mérkőzésnek az összefoglalója következik. Két normál alapállású versenyző csatája, azért az egyértelműen látható itt rögtön az első pillanatban, hogy azért egy jó számmal nagyobb Kőrös Attila. Ugye Vajda Gyula korábban kisebb súlycsoportokban küzdött, még könnyű súlyban volt világbajnoki címmérkőzés, aztán váltó súlyban lett magyar bajnok. Most nagyváltó súlyban mérkőzhet Kőrös Attilával. Rögtön bekezd ugye egy kifejezetten nagyütő Kőrös Attila, hiszen 9 győztes mérkőzéséből 8 alkalommal sikerült KO-val, vagy technikai KO-val nyernie. Próbál is most rögtön itt az első menetben nagy ütésekkel tekintélyt parancsolni magának. Vajda Gyula egy nagyon rutinos, bunyos 18-16, nem érlege 12 KO, illetve technikai KO, tehát azért ő sem számít kisütőnek, de mint ahogy említettem, azért alacsonyabb súlycsoportokban érte el általában a KO, illetve TKO győzelmeit. Most picit azért szabálytalan volt, sőt nem is annyira picit, inkább azt mondom, hogy sportszerűtlen volt Kőrös Attila, itt vállal megtolta Vajda Gyula fejét. Ez nem feltétlenül a legsportszerűbb megmozdulás volt, de hát azért nyilván van feszültség a fiúkban, ez azért presztízs meccs, hogyha lehet ezt így mondani. Nagyon-nagyon bekezd Kőrös Attila, és bizony most kétszer tisztán talált is. Vajda egy picit kapaszkodik, picit megpróbálja megtörni Kőrös korai lendületét. Mind a ketten boxoltak már nagy téttel bíró mérkőzéseket, hogyha lehet ezt így mondani. Ugye, mint ahogy említettem, Vajda Gyulának volt ugyan kisebb szervezetnél, de világbajnoki címmérkőzése. Kőrös Attila pedig boxolhatott az IBF junior bajnoki övéért. Úgyhogy azért rutin van mind a két oldalon. Mindenképpen egy érdekes mérkőzés lehet ez, és én úgy gondolom, hogy itt az első nagyjából másfél-két perc már igencsak érdekesen és izgalmasan alakult. Egyelőre Kőrös az, aki próbál előrejönni, próbál dominálni, és igyekszik érvényre juttatni fizikai fölényét, illetve csak magamat tudom ismételni, hatalmas ütő erejét. Vajda pedig egyelőre türelmes, próbál fegyelmezetten védekezni, most nagyon jól fogadja meg Kőrös Attilát. Igyekszik folyamatosan mozogni Vajda Gyula, és hogyha jól látom, akkor ezután a kombináció után bizony-bizony Kőrös Attilának a fogvédője kiesett, úgyhogy ez gyorsan le kell mosni, aztán mehet tovább is a bunyó. Tehát, mint ahogy említettem, Vajda próbál törzsből mozogni, próbál fegyelmezetten bunyózni, és most nagyon jól fogadta meg ellenfelét. Nézzük, nincs mások hátra egyébként a menetből. És most villan Kőrös Attila jobb keze, számolni is kell Vajda Gyulára itt az első menet végén, az bizony tisztán betalált. Meg is billent tőle Vajda Gyula, illetve padlóra is kerül, de nagyon gyorsan fölpattan a korábbi váltósúlyú magyar bajnok. Látszik, hogy mehet tovább, nincs sok hátra a menetből. Nyilván Kőrös megpróbál mindent megtenni a befejezés érdekében, hogy tipikusan az a bunyós Vajda Gyula, meg azért volt már ilyen helyzetben, tudja pontosan, hogy mit kell csinálni, hát többek között ezt. Kapaszkodni és tördelni ilyenkor az ellenfelet, kevesebb mint 10 másodperc van hátra, tehát a nyitó felvonásból szépen válaszol a menet végén Vajda Gyula, ővé az utolsó pofon. Egy nagyon-nagyon jó első menet volt, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük. Ugrunk egy picit az időben, ez már a második menet, annak is nagyjából a második perce. És most szépen talál Vajda hátsó kézzel, és bizony most Kőrös van bajban, neki kell kapaszkodnia. Vajda, ahogy talált hátsó kézzel, azonnal ment Kőrös Attila után, és azonnal próbálta ő is kellemetlen helyzetbe hozni, sikerült is érzésem szerint egy pillanatra meg volt talán csípve Kőrös Attila. Hát egy-egy alkalommal villant Kőrös, és Vajda hátsó keze is. És ugye csak halkan jegyzem meg, hogy azért Kőrös Attilával sajnos-sajnos itthon és külföldön is előfordult már az, hogy másfél-két menetnyi bunyó után gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra picit kondicionálisan, picit lelkileg is elfogyott, és nagyon könnyen üthetővé vált az addig egyébként keményen bunyózó versenyző. Nyilván ezzel tisztában van Vajda Gyula is, és pontosan tudja, hogy mit kell, vagy mit kellene csinálni Kőrös Attila ellen. Azonban természetesen Kőrös nem akarja átadni a terepet Vajdának, azonban Vajda Gyula most támadólag lép föl, érzi ő is, hogy most talán picit lehet nyomás alá helyezni Kőrös Attilát, aki hatalmas pofonnal válaszol, és próbálja ő átvenni a kezdeményezést. Nagyon hullámzó eddig ez a menet, egy ide, egy oda. Ott állután elcsattant egy ütés, vagy inkább azzal egy időben. Aranyi János mérkőzés vezető nem is Vajda Gyulának szólt, hanem Kőrösnek, aki most nagyon keményen talál megint kétszer. És most Vajda az, akinek kell kapaszkodnia egy picit. Hatalmasakat csaptannak Kőrös Attila kesztyűi.
Próbált kicsit agresszívabban bunyózni itt a menet közepén. Vajda Gyula próbált támadólag fellépni, Kőrös azonban nagyon határozott pofonokkal igyekszik kedvét szegni Vajda Gyulának. És most már sokatszor szólt Baranyi János mérkőzésvezető, hogy Vajda Gyula fog, és break vezényszóra sem engedi el ellenfelét. És nagyon eldobott egy balkezest Kőrös Attila. Viszont tényleg nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél, tehát itt az összeölelkezéseknél, a közelharcoknál is nagyon-nagyon határozott és kemény emberbenyomását kelti Kőrös Attila, és bizony Baranyi János mérkőzésvezető a sokadik figyelmeztetés után pontot von le Vajda Gyulától, ami azért kár Vajda szempontjából, mert nagyon jól kezdődött ez a második menet neki. Ugye megcsípte Kőröst, így viszont egészen biztos, hogy nem vitte el a második felvonást. Egy újabb ugrás az időben, ez már a harmadik menet, annak is a második fele, és most nagyon beindul Kőrös Attila, nagyon tisztán talál kétszer is. Megint kapaszkodnia kell Vajda Gyulának, és hogyha jól látom, akkor talán a szája el is kezdett most vérezni Vajda Gyulának. Egyértelműen hátrálásra kényszeríti Kőrös Attila a korábbi váltósúlyú magyar bajnokot. Óriási erő lakozik Kőrös Attilában, és egyelőre ez most kondival is párosul. Bár nyilván azért ő diktálja a tempót, az történik a ringben, amit Kőrös Attila szeretne, így akkor tud pihenni, amikor ő akar, hogyha lehet ezt így mondani. Azonban mire ezt kimondom, gyorsan rám cáfol Vajda Gyula egy bal-jobb kombinációval, de megint nagyon keményen válaszol Kőrös, és érzésem szerint most bajban van Vajda Gyula. Most próbál kapaszkodni, és bizony-bizony elkezdett csordogálni a vér Vajda Gyula szájából. Picit most úgy érzem, hogy meg van törve Vajda, és gyakorlatilag folyamatosan kapaszkodásba menekül. Kőrös pedig borzasztó kellemetlen, folyamatosan jön előre. És még akkor is, amikor nem talál, akkor is akkor vehemenciával indul meg, hogy nagyon nehéz megtartani Kőrös Attilát. Most jól rángatta, jól hámozta le magáról Vajda Gyulát. Vajda Gyula pedig letérdel és jelzi Baranyi János mérkőzésvezetőnek, hogy nem tudja folytatni a találkozót. Vagyis a harmadik menetben technikai KO-val Kőrös Attila nyeri a mérkőzést. És sajnos Vajda Gyula súlyosan megsérült ezen a találkozón, hiszen eltört az álla Vajda Gyulának. Néhány évvel ezelőtt Olaszországban volt már egy ehhez hasonló áttörése, és most ugyanoda sérült rá Vajda Gyula, úgyhogy valószínűleg rá sajnos egy hosszabb kihagyás vár. A mérkőzés tehát a harmadik menetben Kőrös Attila nyerte TKO-val.